Imádkoztam, hogy legalább egy icipici gyertyácska lehessek a szellemi sötétségben, mondja Pétótné Szakács Zita, református lelkipásztor, aki aktív tagja a Móri gyülekezetnek. Nemrégiben pedig a Magyarországi Református Nőszövetség újjáalakulásának 30. évfordulója alkalmából tartott hálaadó ünnepségen Zsindejné Tüdős Klára díjban részesült. Édesapám is református lelkész volt. Mondhatná bárki, hogy hát egyenes út vezetett a teológiára, hogy én oda jussak, hiszen otthon ezt a nevelést kaptam. De miután én az 50-es évek vége, 60-as évek elején voltam általános iskolás, így azt tudom elmondani, hogy kettős nevelésbe részesültem. Mert hát a tanítónéni tanította azt, ami éppen akkor a tananyag volt, és otthon a szüleimtől meghallottam azt, ami a valóság és az igazság. Én ezt láttam otthon, hogy inkább egy fizetésből élünk, munkáljuk a kertet, és mindent feldolgozunk, ami a kertbe terem, de nem alkuszunk meg. A hit igazságokat nem tagadjuk meg. Egy olyan fél év volt, amíg megérett bennem az, hogy akkor én a teológiára megyek. Az első az édesapám volt, aki le akart beszélni róla. Tudod jól, hogy mivel jár. Van, amikor csak kenyér van, és nincs rá zsír. Van, amikor nem tudjuk fölvenni a fizetésünket. Van, amikor jön a pártitkár, és vegzál minket. És nem tudott lebeszélni. Zita, ő egész életében nagyon nagy hangsúlyt fektett a szolgálatra, tehát ő jelen van a gyülekezet életében, a Magyarországi Református Egyház életében, jelen van az egyházi életben, a Kárpát-medencében, sőt a németországi, a hollandiai kapcsolatok, tehát a nemzetközi egyházi vérkeringésben, tehát nem ért váratlanul, hogy a nagy tiszteletű asszony egy ilyen kitüntetést kap, hiszen aktív tagja nyugdíjasként is, hát előtte meg pláne. Körülbelül 1000 fő református él Móron. Színes, befogadó, nyitott testvéri közösség az, ami leginkább jellemző. ’43-ban Ravasz püspök úr megkereste Zsindejné Tüdős Klárát, akinek a férje Zsindej Ferenc miniszter volt, és Klára néni pedig az operaháznak volt a díszlettervezője. Azt mondta neki, hogy most nagy szükség van az asszonyokra, mert háborús időket járunk. Ravasz László összeismertette őt egy teológával, Bildár Máriának hívták. Teljesen ellentéte volt ez a két nő egymásnak. Klára néni egy nagyvilági dáma, Bildár Mária egy teljesen egyszerű hölgy, de ketten együtt összeszedték az asszonyokat, és leültették őket az Isten igéje köré. Háború után betiltották a nőszövetséget ugyanúgy, mint az összes szövetséget, vagy a diakonisszákat, ahogy az iskolákat elvették. De Klára néni és Bildár Mária nem hagyták abba a tevékenységüket, és az Istenhegyi villába, ahol Zsindej Ferencék laktak, összegyűjtötték az asszonyokat, és ilyen hetes turnusokba tartottak nekik bibliai iskolákat. És ezek az asszonyok, amikor hazamentek a gyülekezetekbe, ott elmondták, hogy ők miket hallottak, és így alakultak meg a helyi kis nőszövetségek. És aztán eloszlottak ezek a kis nőszövetségek, vagy fölbomlottak, vagy átalakultak csak diakóniai közösségé. És aztán, amikor jött a rendszerváltás, akkor lehetőség volt arra, hogy a nőszövetséget is újjáélesszük. A 92-ben jegyezték be a bíróságon a mostani nőszövetségünket így, hogy református nőszövetség. És a nőszövetségnek a célja változatlan. Az asszonyokat az ige köré gyűjteni, hogy tartalmas dolgokkal töltsék meg az életüket, a szívüket, lelküket, gondolataikat, azért, hogy mások javára tudjanak élni. Most ünnepeltük 30 éves fennállását ennek a nőszövetségnek, és én nagyon hálás vagyok azért, hogy 30 évet megéltek. Nem csak ezek a gyülekezeti csoportok, hanem maga az Országos Nőszövetség is, hiszen annyi civil szervezet alakult a rendszerváltás után, és nagyon sokan eltűntek valahol a történelem süllyesztőjébe, és mi még élünk, és ez csak azért van, mert Isten fontosnak tartja a mi szolgálatunkat.
minden gyülekezetnek van egy rendes missziói munkaterve, és a Nőszövetség mindig azt nézi, hogy mi az, amivel még kipótolhatja ezt a missziói munkatervet. Ez ugye egy gyülekezet specifikus, mert egészen másra van szükség egy kisfalusi gyülekezetben, mint mondjuk egy városi gyülekezetben. Van olyan nőszövetség, akik azzal foglalkoznak, hogy neves előadókat hívnak, és ezekre az előadásokra hívják meg a gyülekezeti tagokat, vagy éppen azokat, akik nincsenek kapcsolatban a gyülekezettel. A kisfalusi nőszövetségben pedig esetleg arra figyelnek jobban, hogy kik azok az öregek, akik magukra maradtak, mert a fiatalok elköltöztek, és ő rajtuk kell segíteni. Nagyon sokrétű ez a tevékenység, nem lehet beszorítani egy skatujába, hogy mit csinál a nőszövetség. Én úgy mondanám, hogy mindenhol megkeresi a helyi adottságok szerint, hogy mire van szükség, mi az, amit még ki kell pótolni. A Nőszövetség mindig megpróbál valami olyan háttér lenni, egy olyan bázis, ahonnan nyugodtan indulhatunk a magunk küzdelmeire, küzdelmeibe. És ez most nem egy harcias és háborúra való felszólítás, éppen ellenkezőleg egy olyan megerősítés, ahonnan jó elindulni, és ahova jó megérkezni. Volt Kárpátalján egy kecske programunk is, ezt sokan megmosolyogják, de fölütötte fejét a TBC. És akkor az egyik kolléganőm kint volt, és odakint szolgált két gyülekezetben, és mondta, hogy hát nagyon jó lenne, hogyha kecsketejet tudnának inni a gyerekek, de hát nincs pénzük, hogy kecskét tartsanak ezek a családok. És akkor itthon gyűjtöttünk kecskére, átvittük a pénzt, ott megvették a kecskéket belőle, kioszották a családoknak, és hát így igyekeztük a TBC rombolását egy kicsit hát megelőzni. Ha én komolyan veszem azt, hogy én Istennel élek, és ha komolyan veszem, hogy beköltözött a Szentlélek Úristen a szívembe, akkor mindig velem van, akkor közel van, akkor tudok vele beszélgetni, folyamatosan kapcsolatot tartani. És az életemnek voltak olyan szakaszai, amikor úgy nagyon akartam valamit, és észrevettem, hogy azért nem sikerül, mert az Úristen erre még nem bólintott rá. Elfelejtettem megbeszélni vele, hogy érdemes ebbe energiát fetszolni, vagy nem. És akkor, amikor olyan dolgokat kezdeményezek, ami meg az ő tetszését elnyeri, az ő akarata szerint való, amikor úgy bele tudok simulni az Istennel való kapcsolatba, akkor meg minden úgy magától sikerül. Nem azt jelenti, hogy nincsenek nehézségeim, de hogy nem. Meg vannak olyan dolgok, amiket nehezen oldok meg, vagy segítséget kell hozzá kérni, de egészen más az embernek az élethez való viszonyulása, hogyha így tudja élni az életét. És akkor tud hálás lenni.